Kedves nézőink, a következőkben a Szent Györgyi Albert szakközépiskolával közösen készített Ünnepváró című műsorunk második részét láthatják. Kedves nézőink! Szeretettel köszöntöm Önöket Ünnepváró sorozatunk második adásával. Ahogy haladunk az őszből a tél felé, egyre rövidülnek a nappalok, és hosszabbá válnak az éjszakák. A sötétség egyre jobban eluralkodik a természeten, és az emberek lelkén is. Minden kornak és társadalomnak megvoltak a hagyományai ennek az időszaknak az enyhítésére. A régi magyar hagyományban ilyenkor a családok és a rokonság összegyűltek. A kebencében tüzet, az asztalon gyertyát gyújtottak, karácsonyi énekeket énekeltek. Az illatok és az ízek is fontos szerepet játszottak ezekben a szokásokban. A házakat, konyhákat fűszerekkel és gyógynövényekkel illatosították, és jellegzetes ételekkel próbáltak ünnepi hangulatot teremteni. Ilyen jellegzetes étel volt az alma, amit közösen ettek meg. Annyi felé vágták, ahány tagja volt a családnak. Ez jelképezte a család összetartozását. A méz a fényt jelképezte, amit az élőfény csökkenése idején szívesen fogyasztottak. A téli időszak beköszöntével az ember szervezete is nehezebben áll ellen a betegségeknek. A betegségek megelőzése a család védelme érdekében sok fokhagymát fogyasztottak. A diótöréshez jól értettek a régi időkben. Ügyesen törték meg a diót, hogy a két fél és a benne lévő dióbél egyben maradjon. Úgy tartották ugyanis, hogy egymással szemben két angyal lakik a dióban. Ha ügyesek és ötletesek vagyunk, a szépen megtört dióhéjat felhasználhatjuk ajándék vagy karácsonyfa díszkészítéséhez. Köszöntöm a kedves nézőket, akkor készítsünk dióhéjból a pólyásbabát, és lássuk, hogy milyen alapanyagokra lesz szükségünk. Ez is egy ollóra, különböző textil darabokra, dióhéjra, alkoholos filtre, és papír darabra, illetve fagolyócskára. Papírból egy tojásdad alakzatot formálunk, ez lesz a babánknak a törzse. Ragasztópisztollyal kis felületen beragasztózzuk a papírunkat, majd a textíliát körbe tekerjük rajta. És a végén fixáljuk.
baba törzsére rögzítjük a fejet. Végén, hogyha mindenre lekészültünk, felrajzolhatjuk a szemeket. Jó munkát kívánok a dióbaba elkészítéséhez! A konyhában már készülnek a fokhagymával ízesített ételek és az édes sütemények. Jó estét, köszöntöm a kedves nézőinket! Ma egy gorgonzola sajtos, sült fokhagymás rukkola salátát fogunk készíteni, amelyhez szükségünk van dióra, gorgonzola sajtra, rukkola salátára, fokhagymára, sóra, borsra és bagetre. Legelőször a fokhagymát tesszük be sülni, ugyanis ennek az elkészítése egy órát vesz igénybe, míg a saláta pár perc alatt kész van. A fokhagymáknak a tetejét levágom, ráhelyezem egy alufóliára, megborsozom, megsózom és olívaolajat teszek rá. Ezután becsomagolom és előre melegített sütőbe 175 fokon egy órán keresztül sütöm. Amíg sül a fokhagymánk, a sajtot kockára vágjuk, a diókat negyedeljük, hozzákeverjük a salátához, meglocsoljuk olívaolajjal, és ízlés szerint ízesítjük sóval, borssal. Közben a bagettet únyi vastag szeletekre felszeleteljük, és megpirítjuk.
A megsült fokhagymánkat a kitálalt saláta tetejére helyezzük. Az elkészült salátához jó étvágyat kívánunk! Kedves nézőink, a salátához egy késői születelésű tokai fórmintot szeretnék ajánlani. Jó estét kívánok! A mai alkalommal egy diós mákos kalácsot fogunk készíteni. A hozzávalók liszt, élesztő, só, cukor, margarin, tojás és langyos tej. Elkészítettük a hozzávalókat, a tálba belerakjuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot, a margarint, a tojást és a tejet. Ezután hozzáöntjük a langyos vizet. És egy közepesen lágy tésztát fogunk ebből készíteni. Megfelelő keménységű a tésztánk, belerakjuk a tálba, és körülbelül fél órát pihentetjük. Miután megkelt a tésztánk, közben elkészítettük a töltelékeket, a tésztánkat két részre osztjuk. Az egyik feléből fog a mágtöltelékes kalács készülni, a másikból pedig a diótöltelékes kalács. A mágtölteléket úgy készítettük, hogy a mákot ledaráltuk, hozzáraktuk a porcukrot, és két kanál mézzel elkevertük. A diótöltelék pedig durvára vágott dió, két evő kanál méz, és egy kis fahéjat kevertünk bele. Miután ketté vettük a tésztánkat, téglalap alakúra kinyújtjuk, úgy, hogy a tölteléket egyenletesen el tudjuk benne osztani. Jó, miután kinyújtottuk a tésztánkat téglalap alakúra, megkenjük olvasztott margarinnal. Erre azért van szükség, hogy a töltelékünk ne potyogjon ki belőle. Ezután rászórjuk a mágtölteléket, úgy, hogy az alján egy kis helyet elhagyunk, egyenletesen eloszlatjuk a tölteléket, megkenjük a másik tésztánkat is az olvasztott margarinnal, közben a másik tésztánknak a két oldalát behajtjuk, hogy a töltelékünk ne potyogjon ki, és szorosan feltekerjük. Közben a másik tésztánkba belehelyezzük a diótölteléket. Az apróra vágott diótölteléket nem tudjuk elkenni a tésztánkon, ezért kis darabkákba helyezzük rá. Úgy próbáljuk meg elhelyezni a tölteléket, hogy közben mindenhova kerüljön, ennek az alján is hagyunk egy kis helyet. Szintén a két oldalát behajtjuk, hogy a töltelék ne tudjon kipotyogni belőle.
és ezt is szintén szorosan feltekerjük. Úgy próbáljuk meg feltekerni, hogy a két vége ne lógjon ki, akkor lesz szép egyenletes a kalácsunk, és a végeit pedig lezárjuk. No, ezután következik a kalács érdekessége, amikor bevagdossuk a kalácsunkat, körülbelül két ujjnyi távolságra, a felénél egy picit lejjebb vágjuk be a kalácsot, hogy utána majd rendesen ki tudjuk hajtani. No, akkor lesz szép mutatós a kalácsunk, hogyha sűrűn be van vagdosva. Mikor ezzel megvagyunk, akkor pedig minden második bevágást szépen kihajtogatunk. Mikor megvannak a kihajtások, óvatosan belerakjuk a formába. Miután formába helyeztük a kalácsunkat, tojással lekenjük óvatosan, hogy a formának a szélét ne kenjük össze, különben bele fog ragadni a kalácsunk. Miután lekentük tojással, ezután meleg helyen kelesztjük. Miután szépen megkelt a kalácsunk, előmelegített 200 fokos sütőben megsütjük. Elkészült a kalácsunk, még forrón ki kell önteni a formából, hogy ne ragadjon bele. Jó étvágyat kívánunk! A mai Mikulás Szent Miklós legendájára vezethető vissza. Az ő alakja jelenik meg a néphagyományban és a mai ünnepben is. Szent Miklós püspök volt, aki a rászorulóknak titokban ajándékot csempészett be az ablakán. Innen indult el a Mikulás napi titkos ajándékozás szokása, amely az önzetlen, viszonzást nem váró jóság és szeretet megnyilvánulása. A magyar hagyományban is fontos szerepe volt a Mikulás járásnak. A Mikulás, ami eredetileg nem teljesen jóságos és barátságos kinézetű volt, házról házra járt a faluban, és betért a fonóba is a lányokhoz és menyecskékhez. Segédje a Krampusz volt. A Mikulás kíséretével megtréfálta a lányokat, gyerekeket, majd apró ajándékokkal jutalmazta őket. A Szent György Albert szakközépiskola leendő csecsemőgondozós tanulói együtt várták a Mikulást a Hétszínvirág óvoda óvodásaival. Hullapó, hullapó, mennyi apró télapó, igaziak, elevenek, izgő, mozgó hóemberek, nagy kabátjuk csupa hó, honnan e sok télapó, kik ezek, mik ezek, az apróka, télapóka, emberek, óvodások mennek sorba,
záporozó habostóba. Itt kokog, ott kokog, megérkezett fél a fokatok. Itt kokog, ott kokog, megérkezett fél a fokatok. Itt kokog, ott kokog, megérkezett fél a fokatok. Hó országból, hol a hó, hegyvastagnyi takaró, a tenger meg hatakó. Szarvasomat befogtam, szíves szóval biztattam. Úgy szaporázd a lábad, szélséjegyen utánad. Meseország világos, hó országgal határos. S meseországból az út egyenesen ide fut. Szerencsémre nyitva volt, útközben egy mesebolt. Jöttek elém tündérek, megkérdezték, mit kérek. Nem kérek én egyebet, csak amit a gyerekek. Csokit, diót, magyarót, s ráadásul minden jót. Zsákba tettem mind a jót, csokit, diót, magyarót, babát, mackót, madarat, tücsköt, szöcskét, bogarat. Tücsök szöcske megszökött, megugrott egy híd fölött. Elrepült a legyecske, itt a mese helyette. Kedves nézőink, elrepült az idő, mára megköszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!